szép kezedben van. Nyitott szemmel álmodom, de nem vagyok magam. Hó. Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok legyünk, boldogok legyünk. Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket, hogyha szenvedünk, hogyha szenvedünk. Mint a mécses világítson egész életed, fordulj felém, ha megérted, mit mondok neked. Oh! Arra születtünk, hogy napsugárba kapaszkodjunk, nem baj, hogyha fáj, nem baj, hogyha fáj. Arra születtünk, hogy tiszta legyen még a szívünk, s játszunk még tovább, játszunk még tovább. Második kiadásából van még néhány darabom, hogy ajánlhatom a hangörét és az életképeket. Megtalálják bennük Arany Tódi estéjének második részletét. Puszti bátyám, most elsősorban híre kiszom, Magyarország híreket. Mit élnek az újságok? Van-e valami mozgolódás hazánkban is az európai forradalmak hatására? Ezekben ugyan nem talál semmit, ám ha ilyen forradalmi szellemű, itt vannak ezek a Kossuth arcképek, a nagy 1 forint 20 krajcár, a kicsit megszámítom neked 40 pengő krajcárért. Hát, amire én gondoltam, arra még várni kell, de addig is egyben egyetlen érkezik. Elkeserítő, milyen híre képes között a Szász király. Utat, engedjenek ide! Uraim, a pozsonyi ifjúság küldöttei vagyunk, most jöttünk hajóval. Bécsben kitört a forradalom, Metternich megbukott, a nép barikádot emelés fegyverkezik. Íme a forradalom felgetege, itt zúg a szomszédban, és mi tétoházunk, nem, cselekedni fogunk. Gyertek, üljetek ide a barátaim az asztalhoz, és mondjatok el mindent, amit csak... Bécsi forradalmat a diákok kezdték, a technikusok és az orvos növendékek. A katonaság sort üzetett. Sokan megsvesültek? Igen, volt ott halott is. Mit csinál a fama? Szerda. Szerencsés nap, szerdán házasodtam meg. Hát akkor szervezünk egy a szerdai nap. Olyikainak a forradalom első lépése és szerkeskültőkötelességet tagadták a sajtot. Én megszerkeztem, hogy a látjuk. Holnap tüntetés kell rendezni az egyetemes hallgatóknak, a bécsi mintárok. Találkozás holnap reggel itt a kávéházban. Addig is járjuk körbe a vendéglőket, kávéházokat az egész városban, és világosítsuk fel azok polgását, a pillanat követelményei felől, és próbáljuk meggyőzni őket a cselekvés céljáról. Március ifjak félresöpöltek minden a óvatoskodást, és Petőfi Sándor, Irinyi József és Vasvári Pál vezetésével az utcára mentek. A pillanatból kéfelek fejebb 15-en voltak. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok vagyunk vagy szabadok, ez a kérdés választhatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyugodtak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Semennői bitangember, ki most csak el, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint az a becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Minek engedelmeskedni még? A szász név győzött. Éjjel! Varsóban kitört a lázadás. Belgrádban forradalom, Bécs megadta magát. Éjjel! Franciák is elérték követeléseiket. Éjjel! Kövessük mi is a francia példát. Szabadságot a magyar népnek. Győznünk kell. Éljen Petőfi. Éljen a szabadságot. Éljen! Éljen a nép forradalma. Éljen! Éljen a magyar köztársaság. Éljen! Mit kíván a magyarnak? Kívánjuk a sajtó szabadságát. Kívánjuk! Kívánjuk! Kívánjuk, kívánjuk! Kívánjuk az országgyűlés testet! Kívánjuk, kívánjuk!
szék, egyenlőség, képviselet, kisrákodó, bőt a nagy tér. Katonáinkat ne vigyék túlföldre. Unió, egyenlőség, szabadság, testvériség. Szakad az eső, de lelkesedés olyan, mint a görög víz. A víz nem oldhatja el. 10 000 ember küldt össze a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, ismertették a 12 pontot, és a nemzeti darti nyomtatott példányait ott. Ezután a tömeg megválasztotta azt a bizottságot, amelyik a Pesti Városi Tanácsokban nyújtott elfogadásra nemzet követeléseit. A tanács a 12 pontot jóváhagyta és megváltotta az első forradalmi testületet. Az első forradalmi a közrendi bizottmányt és a forradalmi testületet Irinyi Petőfi és Vasvári Pál képviselte. A forradalmi tömeg Budára a királyi vágó vonult és a helytartó tanács elfogadtatta a 12 pontot. Soha életemben még olyan rémült arcokat nem láttam, mint ezeknek a nagyságos királyi tanácsos urakét. Kipillantottak az ablakon és minden kérést azonnal teljesítettek. Azonnal szabadon bocsájtották táncsicsot. Elrendelték, hogy a katonaság ne avatkozzék bele az eseményekbe. Milyen erő állhatott a magyar forradalmárok mögött? Nem tudom, de egy biztos, az események megállíthatatlanul követték egymást. A magyarok Isten édelmest. Esküszünk, hogy ramok tovább nem leszünk. A magyarok Isten édelmest. Március 15-én kezdődött az a magyar forradalom, amelynek ki kellett harcolni a nép függetlenségét az osztrák császártól. A lényeges követelések némi halogatás és huzamvonal után a császár elfogadta. Március végén azonban a bécsi udvar megkísérte visszamenni, amit ilyet évvel korábban megadott. Mint harcba hívó harsonaszó futotta be az országot a felháborító hír. Az utcákon háborgó tömeg, a közbiztonsági választmány ülése, honvédő harca szólítja fel az ország lakosságát. Leverésére indult. Jalasics Horváth Bánt vezette. Ezt a kísérletet 1848. szeptember 29-én a Velencei tó mellett Pákoznál sikeresen visszaverte a megalakuló honvédsereg. Azután Vinnis Géz vezetésével újabb erőfeszítés, amely népünk szabadság küzdelmét hivatott vérbe folytani. Elfoglalták a Dunántúlt és a fővárost. De a híres tavaszi hadjárat Görgei tábornok vezényletével újból kiűzi a hódító habzugokat.
Ferenc József császár Oroszországhoz fordult. Nagyhatalmi összefogásra volt szükség, mert mindenképpen le kell törni a magyarok függetlenségi törekvését. Az orosz segítség megérkezett. Az óriási túlerővel szemben képtelenség a további harc. Mindenképpen a világosi fejvel letített ezt pontot a csaták sorára 1849. augusztus 13-án. Végső megtorlásként kivégzik a 13 magyar tábornokot és Batthyány Lajos első minisztert. Ott adta életét a hazáért Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Schweider József, Poltenbergernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Gróf Leiningen Westenburg Károly, Gróf Vécsej Károly, Aulik Lajos, Damjanis János, Batthyány Lajos. Európa csendes, újra csendes. Ezúttal fordulnak, szégyen rá, ne csendesülj, szabadságát nem vitt.